Saját barátnőjét kényszerítette prostitúcióra egy abonyi férfi, akire most csaptak le a készenléti rendőrség nyomozói. Először itthon, majd Németországban és Svájcban dolgozott a 25 éves nő, a pénzt pedig hazaküldte párjának. A nő többször is ki akart szállni, de megverték és megfenyegették, a férfi akár 10 év börtönt is kaphat. Feltett kézzel jön ki a házából az a férfi, aki a gyanú szerint arra kényszerítette barátnőjét, hogy örömlányként dolgozzon. A készenléti rendőrség tagjai tavaly májusban a testvérét és az apját is elfogták, akik a nőt a gyanú szerint az ügyfelekhez vitték és őrizték. A gyanú szerint a 25 éves férfi szerelmi kapcsolat ígéretével rábírt egy nőt arra, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen, és az így szerzett bevételből pedig eltartsa őt. Eleinte a nő Abony környékén végezte ezt a tevékenységet, azonban a férfi később rábeszélte, hogy Németországban és Svájcban is prostituáltként dolgozzon, és onnan is a pénzt elutalta a férfinek. Az áldozat külföldről 3 millió forintot utalt a férfinek, amikor pedig ki akart szállni, a férfi megverte és megfenyegette. Ebben az esetben a bűncselekmény büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés, azonban, ha ez a bizonyos egyéb szolgáltatás nyújtása, amely a tényállásban megjelenik, szexuális cselekmény végzésére vonatkozik, a bűncselekmény büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. A 25 éves nőnek egy szextárskereső oldalra is regisztrálnia kellett. Egy pszichológus szerint az áldozat egy egész életen át hordozhatja majd ezt a terhet. Sok olyan potenciálisan traumatizáló esemény történt egyszerre az áldozattal, akiről szó van, ami már megnöveli a valószínűségét annak, hogy az adott személy sokkal nehezebben fog ezután másokban megbízni, vagy lehet, hogy egyáltalán nem. És ezeket a kapcsolatban megélt sérüléseket érdemes mondjuk pszichoterápiában feldolgozni. A most elfogott férfit a rendőrség emberkereskedelemmel is gyanúsítja, akár csak az apját és testvérét.